Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy ennyien egybegyűltünk az új év utolsó napjára. Megköszönöm Bence fantasztikus bevezetőjét, mert ugyan az önvalónak sok echoja van, de van, amelyik tisztában verődik vissza a hegyoldalról, és van, amelyik úgy elterül a magyarázatok tava fölött, és mindig az az érzésem, hogy egy nagyon rokon eghót hallok mint hogyha ugyanabból a völgyből jön neki, mint hogyha ezt már pár élettel ezelőtt hallottam volna tőle, és nagy örömömre szolgál, hogy mindenkin segít és mindenkit gyarapít szellemileg, amit egy teljesen más kultúrkörből hallunk, és ez mutatja azt, hogy bizony a haladásunknak a záloga a sokféleség, és az a fajta egyszerű és tiszta közelítés, amely nélkül nem tudunk haladni az úton. Úgyhogy az erő legyen velünk az új éven, a további éveken keresztül is, illetve az a fajta iránytartás, amely az utat megmutatja. Hiszen nagy taoista tanítónk, Lao Tse, pont erről írt egy igen érdekes és több rétegű könyvet, az út, mint navigáció, irányvétel, és az erő, mint energia, amit erénynek is fordítanak itt nyugaton, és amennyire gyakorlunk, annyira tudjuk megérteni ezeket a szövegeket, tanításokat helyesen, és amennyire nem gyakorlunk, annyira veszi át a szintásulatból az intellektus, az érzelem, a különböző kondicionáltság a gyeplőt. Hogyan láthatunk tisztán? Hogyan érthetjük a tanításokat helyesen? Miért kell az új bort új hordóba tölteni? Hát erről szól a zen, és még nagyon sok iskola, nagyon sok meditációs tanítás. És ha ezügyben bármiféle kérdésed van, a gyakorlást, az utat, az energiát illetően, tedd fel bátran. Mikor tudtam, hogy lesz ma este beszéd, próbáltam készülni kérdésekkel, és nagyon érdekes volt a Bencét hallgatva egyből egy közös dolgot találni, ami... Nem volt nehéz már, hogy eleve itt van. Az pedig az a pont, amikor arról beszél, hogy a szellemi, ami nem függ élettől és haláltól, az a leszületéskor találkozik az anyagival. És a kérdésem megfogalmazása során azon gondolkodtam, hogy amíg nincsen test, amíg ez az élettől és haláltól való független a karma, a karma hordozója valahol van. Vajon ez elkülönülve ennek a karmának, és csak is ennek a karmának a hordozójaként valahol van, vagy, vagy ez beleolvad valami be, ami, ami az abszolútum vagy az egész, és egy következő leszületéskor újra összeáll ezzel a karmává, és találkozik az anyaggal. Tehát hogy néz ki ez a születéstől és haláltól független, amikor nincs testben? Amikor megitted a vizet, az veled azonos vagy különböző? Ja. Akkor a kíváncsiságod nem ártalmas. Tehát megválaszolom a kérdésedet. Nagyon fontos azt látni, hogy egy körforgáson megyünk keresztül, és ez a körforgás négy nagy részből áll, két rövidebb és két hosszabb időszak van benne, és kezdjük a leszületéssel magával. Tehát mindenki azt hiszi, hogy az leszületésnek van egy nagy kapuja, átléptél rajta, és felsírsz, és megszületsz. Hát itt azért több részes az átmenet. Elsősorban megérik a hely, és az idő arra, hogy te oda belépj. Tehát a karmád és az a hely, idő, terület, család, ahova megszületsz, az ugye kapcsolatot talál. És hozol egy döntést, hogy akkor jó, akkor az lesz. Ha nem lenne ez az akarat, akkor nem tudnánk a neveltetés különböző nehéz fázisain keresztül menni. Tehát az akaraterő jelenléte mutatja azt, hogy itt nagyon komoly egyéni döntések és elhatározások sorozata hoz be a létbe, és nem csak úgy belapátolnak. Akkor bármikor elengedné az ember, bármikor föladná az ember, azt mondja, ez nem is az én életem, nem is az én testem, nem is az én lelkem, nem is az én karmám. És simán föladja. De honnan indulunk? Hogy oké. Okay, menet. És akkor helyfoglalás, kifejlődés, megszületés, felnövekvés, nemi érés, teljes értékű személyiséggé válás. Most melyik kapu jelenti a teljes megszületést? Hát ezért gondolom, hogy folyamatában érdemes nézni ezt a dolgot, és folyamatában irányt szabni neki lépésről lépésre, momentumról momentumra. És a következő időszak az a testben létel, az élet, amikor a lélek és a test, ahogy hallhatod a bevezetőben, az érzékszerveken keresztül kötődik egymáshoz. És ezt főleg úgy az életközépválság után néha nagyon traumatikusan éljük meg, és ezért, Úristen, mit vállaltam? Hát én tényleg meg fogok halni. Hát ez iszonyú. De rájössz, hogy a bevállalás nélkül nem tudnál egy csomó mindent megoldani, hiszen azt a karmát, amit inkarnálódott állapotban követtél el, az csak inkarnálódott állapotban tudod bármi módon módosítani. És akkor a születésnek az eddigi értékén kívül egy csomó más értéke lesz. Óriási lehetőség lesz, hogy segíts magadon és másokon egyaránt. Hogy ebből az életből a legtöbbet hozd ki, hogy szellemileg üveghangra kihúz, és a legmegvilágosodottabb állapotban távolz innen. Hát a harmadik ilyen rövidnek tűnő átmenet, ami ha nem is olyan rövid, az a testből való távozás folyamata. És ahogy a leszületésnél is van egy döntés, a léleknek egy komoly döntése, úgy a testből való kilépés kezdetekor is a léleknek van egy komoly döntés, hogy most már elengedem most már nem fogok harcolni azért, hogy ebben a testben maradjak, elég volt, megyek. De még bőven itt ketyeg, és fölkel, kell, és reggel eszi az appelhet, és beszélget, és csak már érzi, hogy kifelé megy. És egyre lazább, oldottabb a jelenlét, és egyre inkább kifelé megy, és egyszer csak jön valami látszólag külső esemény, trauma, betegség, baleset, egyebek, és ment. A testből való kilépés után sem, ugye rögtön hatalmas nagy átmenetek vannak, hanem szép fokozatosan megy tovább a lélek az útján, és megérkezik abba az állapotba, ami a nem inkarnálódott állapot. Ez a negyedik, a négy nagy közteslétfázisból. És itt megint megkezdi azt a azt mondom, feldolgozó időszakot, a látó időszakot, ami test nélkül sokkal könnyebb, hiszen nem vagy korlátozva az érzékszervek által. Tehát minden karmát láthatsz, hiszen a tárház tárháztudatod, a megkülönböztető tudatod teljes terjedelmével ugye, látható. Semmi nem akadályoz. Nincs lineáris idő, nincs dimenzionális tér, nincs uh, ciklusokhoz kötött test, nincsenek fizikai akadályok, de semmilyen cselekvési lehetőséged nincs. Tehát mindent látsz, de nem tehetsz semmit, itt mindent megtehetsz, de nagyon keveset látsz. Tehát az igazi nagy bónusz az életben az, hogy testben létel alatt, a testhez kötött állapotban egy iszonyú hendikebből indulva feldolgozod magadat olyan magas szellemi látásig, szanszkritul vidja, olyan megvilágosodottsági szintig, amit aztán elviszel magaddal a következő életedbe. Gyakorlatilag ez az egyetlen egy bónusz, amit vihetsz, hiszen üres kézzel jössz, üres kézzel távozol a halotti leplen nincs zseb. Mindaz, amiért az embereken elképesztően küzdenek, azt mind itt kell hagyni. Az összes névvel, formával illethető dolgot, érzékszervi hatást, birtoklást, egyebet mindent itt hagysz. Mit magad, magaddal? Pont azt, amit nem vagyunk hajlandók átlátni, azt a gyönyörűséges karmát, amivel azonosulunk, és a megkülönböztető tudatosság által szépen megcímezzük, énné, mássá, jóvá, rosszá, és a tárháztudatban eltároljuk. És az jön velünk a hátizsákban a következő életünkre. Most nagyon kevesen hajlandók a kérdést föltenni, hogy mi ez? Mi ez, ami bennem lát, hal, szagol, tapint, ízlel, gondolkodik, érez, beszél, cselekszik? Mi ez? Tehát mi az igazi önvalód, az átma, a néven és formán túli, a születésen és halálon túli? Tehát mi ez? ha felmered tenni a kérdést, akkor egészen másképp kezdesz el működni. És ekkor lépsz a szellemi útra. Tehát elkezdesz nem azonosulni azokkal a karmákkal, amik eddig a hátizsákban voltak, és akkor jársz azon az úton, amely a felébredés útja, nem pedig a további vakságban, azonosulásban, a relatívat abszolútnak néző üzemmódban való elképesztő keringés. Tehát nagyon fontos azt látni, hogy ebben az életben akármennyire egy szenvedéstelének tűnik néha, mert azért itt mindenki felnőtt már annyira, hogy egy-két komoly válsághelyzeten átmenjen. Mégis ez az a lehetőség, hogy a karmádon érdemben módosíts. Itt van meg a szerszám hozzá, az eszköz, a környezet. Tessék más szempontból Szem, ö, szemügyre venni az életet, mint pusztán a személyes nyeresség, vesztesség, boldogság ö, szenvedés érzet, hanem hogy nézd meg, hogy valójában mire való a leszületés. Mit jelent az, hogy a lélek testet ölt? Hát elsősorban óriási konfliktust jelent. Hiszen egy tűztípusú lélek egy kétharmadnyi vízből álló testbe beszületik. És mint tudod, a kétharmad az elég erős többség. És előbb-utóbb a tűz elkezdi égetni a vizet és a benne lévő rostanyagot, mert azért arról az egyharmadról se feledkezzünk meg, az a sok-sok rost, ugye? A többi négy elem a vízen kívül, úgyhogy előbb-utóbb elszakad a célna. Előbb-utóbb nem bírja a tűz a vizet, vagy a víz a tüzet. És meghalunk. Tehát olyan elképesztő múlandóak vagyunk, hogy a természet nagy erőihez képest a létünk az egy ilyen szikra és vége. Tehát alig tudunk magunkból aktívan három generációt megtapasztalni, és utána megyünk is. Persze vannak dédik, és az fantasztikus, de nem sokáig. Úgyhogy nézd meg azt, hogy egy inkarnációból mit tudsz kihozni, és hozd ki hangra a lehető legmegvilágosodottabb tudattal kéne tovább menni, mert pontosan azt a maradvány karmát fogod lehozni a következő életedbe, amit ebben nem dolgoztál fel. Ehhez kapcsolódan szeretném megkérdezni, hogy hogyan tudunk segíteni azoknak az embereknek, akik nem gyakorolnak zent, vagy másmilyen szellemi utat, akik teljesen az a téves azonosulásokba élnek, és nem látnak ott kell állni a tárcával, amin rajta van a kötszer és a fertőtlenítő, és szorosan mellettük lenni, amikor a fejüket a falba verik. Ugyanis nem fognak neked hinni, csak a saját tapasztalatuknak hisznek. Ha meg akarod őket téríteni, akkor azt hiszik, hogy be akarsz avatkozni az életükbe, úgyhogy te ne avatkozzál be senkinek az életébe. Ha van kérdésük, mert ez a tudat nyitottságát jelenti, akkor válaszolj rá. Ha úgy látod, hogy van kellő nyitottság ahhoz, hogy valamit is befogadjanak, akkor taníthatod őket. Úgyhogy ne vegyék észre, hogy tanítod őket. Nagyon nehezen tolerálja az ember, ha tanítják. Mert ő már tudja. Sőt, jobban tudja, és nálad mindenképpen jobban tudja. Úgyhogy ezért kell vigyázni arra, hogy mit akarunk tanítani és mondani, mert nem, hogy falra hányt borsó, hanem a bolsók beépülnek a falba, és elhárító mechanizmusok lesznek. Tehát a te szavaidat felhasználva fog ellened védekezni. Miért adsz hozzá nyersanyagot? Tehát az a jó, hogyha nem szolgálod ki az egoitás elhárító mechanizmusait, és megvárod, amíg van természetes módon van kérdése, vagy a saját szenvedése megnyitja. Mert addig taníthatatlan. De ott kell állni a Tannal, és fel kell készülni a szolgálatra. Hogy nem a személyes ambícióit, vágyait, dühét és egyebét szolgálod ki, hogy azt ő szeretné, hanem pontosan azt a helyzetet veszed föl, segítesz neki, amikor már be tudja fogadni. És ilyenkor mindig azt a kérdést kapom vissza egy másodiknak, hogy úristen mi van, ha közben meghal. Mert hát vannak olyan állapotban emberek, hogy végállapotnak tűnik, mert szét itt a szét dohányozta, szerezte, és egyebek magát, és úgy néz ki, hogy mindjárt itt hagyja ezt a testet, és kész. És még akkor is makacs, még akkor sem tesz föl lényegi kérdés, még akkor is védekezik, még akkor is csak neki van igaza, ha már teljes nyomorban a Földön kúszik és halál közeli állapotban van. És te ott vagy, és meg szeretnéd próbálni. És sajnos ilyenkor, hogyha nem nyílik meg egész a halál pillanatáig, legtöbb ember azért igen, de van olyan, aki nem, akkor belül fel kell készülni arra, hogy majd a következő életében, nem pedig most. És akkor fel neki a kérdést, hogy ezt szeretnéd? A következő életedre szeretnéd halasztani? És van, aki nem hallgat meg. És akkor annak oda marad. És ezt el kell tudni viselni. Miért? Nem veheted el senkinek az önállóságát a segítség címén. Tehát a személyiség autonómiája akkor is sérthetetlen, hogyha a legrosszabb döntéseit hozza. De ott kell állni, és fel kell ajánlani a lehetőséget a nyitottság mértékében, hogy segítséget kapjon, ha akar, de ha nem akar, akkor nem. Tehát nem tudsz vizet itatni azzal, aki azt mondja, hogy nem szomjas. És addig egyébként se csak vizet ivott, hanem 40% és a fölötti szeszeket. Tehát ezért kell erősnek lenni, és ne légy függő a függőtől. Tehát maradjon meg a te lényed autonómiája is, és járd az utadat, és e közben tudsz segíteni másoknak az ő nyitottságuk mértékében. Jó? A zen, buddhizmus és a kereszténység között mindig keresem a kapcsolatot, és a több élet illetve a mennyis és pokol között nem találtam még meg, hogy ott ö, hol van az összefüggés. És hogyha erről tudnál egy pár szót mondani, akkor azt megköszönném. Amikor a kutyáidat trenírozod, azoknak van ilyen problémája, hogy a zen és a kereszténység hogyan kapcsolódik? Nekik nincs. Akkor tanulj tőlük. Nekem sem probléma, csak na, tehát ilyen jó jelnek tartom azt, amikor összefüggéseket találok, tehát hogy ugyanarról beszélnek a különböző vallások, és. Az olyan megnyugtató, ugye? Igen. Ugye, hogy ilyen kis és reményt ad, hogy mégis ott valahol rend van. Tragédia. Csak hogy ez annyira ellentmondásos, és amikor van egy, van, tehát hogyha egy olyan emberrel beszélek, aki mondjuk abszolút a keresztény tanokban hisz, akkor olyan furcsa, arra. akkor talál egy olyan embert, aki relatíve hisz a keresztény tanokban, azzal több remész, jobb lesz a párbeszéd. A buddhizmusban ez nem probléma, mert minden relatív. Hát ezért fogunk albert el kezet, mert ő kitalálta több mint száz évvel ezelőtt, hogy tényleg a tér és az idő relatív. Mostanában találják meg, hogy még a fény sebessége és miben léte is relatív, az sem abszolút. A gravitációról már rég tudtuk, hogy relatív, ugye? nem egyenlő mértékben vonzódunk emberekhez és tárgyakhoz, tehát a gravitáció is relatív. Az abszolút bezárása egy ilyen kis kapszulába, hogy én azt gondolom, hogy, és utána teszem az abszolút értékű minőséget, ez nagyon veszélyes. Ebből lobbannak fel a mágiák. Úgyhogy aki képes relatíve összefüggéseiben kölcsönösen látni és láttatni, azzal tudsz beszélgetni. Aki nem, az nyugodtan maradjon meg a kis abszolút házacskájában, és majd kiderül, hogy az is ég. Az a ház is, amire azt mondja, hogy abszolút, az is ég a mulandóság, feltételhez kötöttség és tökéletlenség tüzével. A tökéletlenség a legjobb. Tehát az a, az a legjobb. Leggyorsabban azért célba nem kell egy olyasféle szintézist keresni, ami csak ilyen intellektuális, történeti, érzelmi és egyéb szabásvarrással lehetne lehetséges. Hanem arra lenne szükség, hogy tisztelvén a többi vallást és hitrendszert, járd a saját utadat, és amikor találkozol más hitűekkel, akkor tudj velük leülni, és így áll egy kis teát. Ennyi. Meg ültetünk egy-két fát együtt, meg hasonlók. Tehát akkor nincsen összefüggés, vagy közös szeretnél pont. Szeretnél összefüggés, mert ha keresel, találsz tízezret. Javaslom, hogyha ilyet szeretnél, sétálj be az Esztergomi Bazilikán, és a kincsztárt bejáratához, és ott találod az Anzsú kárpitot. 1370-es, de a motivum történetét nem tudjuk, csak hogy 1370-ben sikerült a kárpitot létrehozni, hogy honnan és milyen korszakból jön az, ami éppen rajta van, azt nem tudjuk. Nagyon alaposan nézd meg, és ott találsz egy jó pár összefüggést, egészében és részleteiben is. De nem ezekből az összefüggésekből élünk. Tehát ha ezek vannak, akkor is az utadat járod, egyszerűen, tisztán. Ha ezek nincsenek, akkor is az utadat járod egyszerűen és tisztán. Lehet-e tanítás nélkül megvilágosodni? Érhet-e valaki olyan, akinek nem sok köze van ezekhez a tanításokhoz megvilágosodást, akár egy paraszt asszony, vagy egy... Elérheti, én, én láttam -e ilyet, -e csak nem tudja használni. Tehát én láttam egy olyan pásztort, aki megvilágosodott volt, csak nem tudta, hogy az, az nem baj. Csak nem tudja használni. Tehát ő úgy maradt pásztor, hogy megvilágosodottan, és erről nem tudva tereli a, a birkákat, és nemzi a gyerekeket, és egyebek. Tehát lehetséges, de igazából ez nem a személyes szinten dőlelés válik fontossá, hanem hogy mennyire kapod meg azokat az instrumentumokat a tan által, és a tudatos gyakorlás által, amely téged képessé tesz arra, hogy segíts másoknak. Tehát pont a személyes része elképesztően kicsi. A személyes problémáidat pár év gyakorlással meglátod, megoldod, többet nem követed el, marad egy kicsi rész, amely azért elég makacs, de a nagy részét le lehet adni. Ebből a kicsi részből, ami megmarad, tudsz atomerőművet csinálni a további útszakaszra, ahelyett, hogy atombombaként rendszeresen válságok tucatjaival ugye robbantaná fel az életviteledet. Tehát ezt lehet át lehet transformálni, hogy hallottad. És akkor nagyon nagy szükség van arra a belső tapasztalatra, amely a meditációból ered, és a tant ugye, kívülről is megkapod, és a tanító, tanítás, tanítványi közösség hármas tapasztalata nélkül nem lennél abban az állapotban és helyzetben, hogy segíteni tudj másoknak miért, mert nem tudatos. Úgyhogy igen, lehet tanulni a kék égtől, a fenyőerdőtől, a folyópataktól, a tavaktól, az őzektől, a farkasoktól, a vaddisznoktól. Ez mind szép és jó. De hogy ez a tan mások javára is váljék, ahhoz ki kell művelned magad ennek az útjaiban. Ahhoz a belső megismerés, a külső megismerés szükséges, elengedhetetlen, de nem elégséges. Tehát ahhoz kell egy olyasféle tapasztalat, ahol tudsz például tanulni tapasztaltabbaktól, tudsz hibázni úgy, hogy a hibák javíthatók, lást, koma interjú, és tudod a szangában látni a helyzetedet, a viszonyodat, hogy hogyan uh, cselekszel, hogyan beszélsz, hogyan gondolkodsz, hogyan érzel. A szang az egy nagyon érzékeny környezet. Sokkal erősebben tükröződnek vissza karmák, mint a minden élet zűrzavaros vagy szétszórtabb világában. Tehát uh, még a nagyon nagy tanítók sem értékel a megvilágosodást tanítók nélkül, kivéve egyet-kettőt, akik már olyan csomaggal jöttek le, hogy elég volt egy-két kiváltó esemény, és teljesen tisztában voltak azzal, hogy az élet és halál miről szól, hogy miről szól a testben lét, a leszületés. A legtöbbünknek azért szüksége van gyakorlásra, tudatosításra, tanításra, ahhoz, hogy a magunk problémáit is megoldjuk, felébredjünk egy bizonyos szintig, és másoknak is segítsünk. Jó. A példamutatás az nem elég segítség. Nem elég. Az 50 százalék. Hogy annyira önállóvá teszed a másikat, hogy már a példa nélkül is tudja. Tehát lehet kottából zenélni, az igazi koncert akkor kezdődik, amikor Rachmaninovot kotta nélkül tudja valamelyik zongora művész. Az teljesen másképp hangzik. Jó? Jó, és a gyakorlást azt ajánlod a természetben? Ajánlom. Ott is ajánlom. Ajánlom Csepel vas és fémművek lepusztult betonrengetegeiben, Ajánlom a vonaton, a villamoson, a buszon, a kompon, a repülőgépen, az étteremben, a mosodában, a fürdőszobában, a darmateremben, mindenhol. Természet. Ez romantika. Ott könnyű. Ott minden segít. A madárkák, a felhők. A hulló falevelek és a hajladozó fűszálak. Na, anélkül próbáld meg. Jó? Tehát van egy elhatározás, megszületik, és jönnek az akadályok. Mondjuk nincs tanítomester, akkor azok segítenek-e? Hát ha őket, akkor segítettek az akadályok. Ha nem küzdötted őket, akkor akadályoztak. Tehát nem lehetnek jelek, tanítójelek, hogy ne arra menjek, hanem inkább erre. Most amikor ide jöttél, az 59-es kilométernél, láttad, hogy horgásztó balra. Amiatt jöttél le, hogy ki volt téve, hogy horgásztó balra, vagy pedig azért, mert ide akartál érni? Nekem volt egy tanítom, az vezetett, de hogyha nincs, akkor a jelek. Hát akkor marad a térkép. Tehát a, az embert nem a jelek határozzák meg, lehet tanulni a jelekből, de a jelek értelmezése az tényleg egyéni. Tehát elétornyosul egy akadály, Mit veszel le belőle? Az, hogy ez az út nem az enyém? Vagy az, hogy ez a próbatétel azért, hogy az enyém legyen? És miből állapíthatom meg, hogy. Euh, hogyan értelmez? Miből állapíthatod meg, hogy egy ajtót ki tudsz-e nyitni? Próbálom. Igen, mivel? Kulcsal. Tehát nem kalapács, nem pajszer, kulcs. Tehát, hogyha van ajtó, megpróbálom a kulcsot kireszelgetni hozzá. Vagy bekopogni, hogy esetleg kinyitják-e a túloldal. Tehát például egy hagyomány esetében nagyon sokszor azt hiszi az ember, hogy nem szeret a tanító, mert nem foglalkozik vele. Egy túrós nem. Foglalkozik, csak nem vetted észre. Lincsi, aki Rinzai és Imje szónyim névre is hallgatott, Namcson tanítványa volt, és nem volt egy ilyen észkombájn és szútra mester, tehát bekötözött a kolostorba, és négy évig úgy semmi nem történt. Tehát végezte a dolgát, gyakorolt, dolgozott, segített, tanulta az írásokat, és úgy beleolvadt. És eltelik négy év, és oda megy a szerzetes vezetősz, hogy hát én úgy érzem, hogy nincsen jó karmám a mesterrel, négy év alatt egyetlen egy tanítás sem adott, nem is nagyon vesz észre engem, és én most elmennék egy másik kolostorba. Szerzetes vezető az, hogy rendben van, de köszönj el tőle. Jó, időpont. Bemegy, háromszor leborul, és azt elkezdi, hogy hát, mester, elnézést kérek, de én arra gondoltam, hogy én most elmenj, és Namcsom meg se várja a mondat, hogy bám, 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 elveri. Nincs itt teljesen meg, de be se fejezte a mondatot, még csak azt sem mondta, hogy viszontlátásra már 30-at kapott, és így teljesen összetört, és, és, elkullogott, és azt mondta, hát ilyen nincs. Elmondta a szerzetes vezetőnek, hogy hát nézd, meg, meg, se engedte, hogy elbúcsúzzam, összevert, nem szólt egy szót se, most már mennem kell. Azt mondja a szerzetes vezető, hogy na-na, nehogy azt itt, hogy nem kaptál te tanítást, lehet, hogy nem vetted észre, Túl, túl, korán jöttél ki abból a szobából. Egy kicsikét legyen nagyobb önbizalmad, menjél vissza holnap, és mondd azt, hogy elnézést, hogy, hogy nem sikerült korrekt módon elköszönni, és akkor talán valami más történik. Nincs ilyen szép tényleg. Fogja magát, másnap is bemegy, háromszor leborul, mélységes habcsang, és azt mondja, nem mester, én sajnos azt látom, hogy nincsen elég jó karmánk, és nem, nem, érzem azt, hogy bármiféle tanítást kaptam volna, és bám, 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 és így. hát teljesen holtra vált, megdöbbent, és azt mondja, hogy ilyen nincs. Tehát ilyet még senkinek nem csinált. Tehát négy éve itt vagyok, senki nem mondta, hogy így bánt volna vele, iszonyú rossz karmánk van, emegyek. Akkor a szerzetes vezetőnek elmondta, hogy ő mégis távozik a kolostorból, és a szerzetes vezető azt mondta, hogy jó, rendben van, de akkor légy szíves, Yangshan templomában menj, és mondd el neki ezt a történetet, hát ha uh, Yangshan ugye uh, együttérzőbb lesz, és majd tanít téged. Két napi járóföld, fotók elmúlnak, Yangshan kolostorába odaér, lincsi, leborul előtte, és elmondja, hogy szemmester, én megpróbáltam négy évig gyakorolni uh, namcson kolostorában, és, és én azt érzem, hogy rossz a karmám vele, és eljöttem ide, hogy kérlek taníts. És erre Young sem megszólalt. Te tényleg azt hiszed, hogy Namcson nem tanított neked semmit? Olyan együttérző volt veled, mint a saját nagymamád. Hát hogy, hogy nem vetted észre? És erre lincs így el, hogy mit kellett volna észrevennem bám, 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 És amikor ez megtörtént, akkor Lincsi fölébredt és megvilágosodott. És visszarohant Namcson Kolostorába, azonnal berontott az agya, és mondja, megvan, mit akartál nekem tanítani. Igen, mondja Namcson, nagyon mosolygott. Na, nem mit akartam neked tanítani? És akkor Lincsi megragadja hogy Namcson saját botját, és megpróbálja megütni. Namcson, megfogja a kezéből, kivesz, és mondja, ma nem üthetsz meg. <laughs> és akkor Lincs ott maradt, és mester lett, csak ez még egy pár év. Úgyhogy a hirtelen megvilágosodásnak az iskolája, az Lincsi nélkül nem létezne, és ő nem volt egy ilyen mélyen szántó gyémántszerű intellektus, hanem olyas valaki volt, aki egyszer csak rájött és fölébredt, és nagyon sok mindent hátrahagyott, de ez nem veszett ki. Úgyhogy a tanítványi körből nagyon ki kell érdemelni azt, hogy valaki kapjon egy igazi ébresztő ütést, mert amíg távol van, addig persze egy udvariasan elbeszélgetünk. Tatt -tatt 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 -tatt. Igen, hát ez a megoldás, ez 70 az 30, még egy lépés kell, gyere vissza holnap. Ez, így, ez, a, ez a távoli tanítvány. És amikor kicsit közelebb van, és pár évet már dolgozott, hogy nem! és az akkor jobb. Akkor már nem bánunk így kezdjük kézzel egymással. Úgyhogy ez a fajta közvetlenség, ez amennyire ilyen, hogy jaj, ne, megsért, meg mi. Mert igen, nyugodtan védekezze, védekezze, semmi gond. Amikor már a védelem kimerült, amikor már látod, hogy semmire sem mentél, amikor már tényleg kész vagy arra, akkor sikerül így áttörni a falakat. Kérdésem az lenne, hogy miért jó az, ha valaki egyénileg is végez visszavonulást, és nem csak közösségben? Miért ne végezne egyénileg visszavonulást? Ez a világ egyik legjobb dolga. Miért ne? De hogy ez miben máson vagy úgy, miért érdemes ezt is és azt is csinálni? Azért, mert az egyéni elvonulásnál megtanulod a saját magad felelősségét és szabadságát. A közösség az tart. Az nagyon világosan kijelöli az időrendet, mikor eszünk, mikor alszunk, mikor éneklünk, mikor ülünk, mikor van interjú, ki van a hierarchiában, alattad, fölötted, melletted, ez a hatalmas pszichikai segítség. Egy állandó emberi jelenlét nem lehet elszállni, nem lehet elaludni, nem lehet elustulni, mindenki csinálja. Ez elképesztő nagy segítség. Elveszük ezt a segítséget, mire vagy képes az egyéni felelősségedből, az egyéni szabadságotból. És ezért van az, hogy nem csak nyugaton, keleten is komoly csoportos elvonulást tapasztalat kell ahhoz, hogy egy szólót meg tud csinálni rendesen. Mert ha azt hiszed, hogy ó, hát majd én, csak a három nap után így eltörik minden, és a hátra 97-ben így teljesen egy ilyen szétesett, partja vesztett, koordinálatlan dolog lenne, de az illető hamarabb abba hagyja. És egy megtört elvonulásnál rosszabb nincs. Ezért mondjuk mindenkinek: mindegy, hogy a három nap és a három hónap között milyen hosszú időre jelentkezel, de amit vállaltál, hajtsd végre. Tehát a saját akaratod megtörésénél rosszabb dolog nincs. És ezért van az, hogy bizonyos közösségi elvonulás csoportos gyakorlat után érdemes a tanítóval beszélni, hát, ha mond valami hasznosat. És azt, hogy jó, akkor Laci, három nap elvonulás. Arra vagy hitelesítve. Megvan, eltelik egy-két hónap, egy hét. Utána három hét, aztán 49 nap, aztán száz nap. És megbeszéljük az időrendet. Ne vállalja be 2000 leborulást, mert nem fog menni. 600 az már megy. Tehát így szépen beosztani, miért teljesen mindegy, hogy te hányszor buksz el. Te mindig föl kell tudni állni. Tehát be kell tudni fejezni az elvonulást, ha elkezdted. Ehhez egy tanítónak a tapasztalata nagyon jó. Egyrészt látja, hogy egy közösségben hogy működsz, látja a megoldatlanságaidat, látja a karmádat, és egy jó tanítónak az is az ismerve, hogy jobban ismer téged, mint te önmagadat, és egy teljesen más oldalról, mint a szülők, barátok és egyebek, pont azt látja, amit te nem. Tehát nem tud rólad, csak magadról tudod a legfontosabb dolgokat és a legtöbbet, hanem olyat lát, amit még te nem láttál, de benned van és hordozod. Úgyhogy az egyéni elgondolásokra szükség van, igen, a megfelelő időben és a megfelelő érettséggel. És akkor megy. Akkor hasznos. Igazából mindenkit a hite visz előre. Amiben és akiben hiszel, az visz előre. És hogyha a saját hitedet darabokra töröd, mert az energiádat szétosztod, az akaratodat megtöröd, az a legnagyobb önsorsontás. Úgyhogy egyszerű és tiszta tudattal, hogyha szépen végzed a gyakorlatodat, és a mindennapi életedet hozzáilleszted, egy felesleges énség nélküli, de erős akaratú, rendezett, kiegyensúlyozott személyiséget hozhatsz létre. Viszont ehhez le kell menni nagyon mélyre, és a tudattalan összes nyekergő arhetipusát ki kell pucolni. És ehhez kellenek a szellemi tapasztalatok, az egyéni és a csoportos elvonulások, és ezeknek vannak szabályai. És ezeket a szabályokat érdemes megismerni és betartani. És ehhez érdemes néha a tanítóval beszélni, hogy az egyéni elvonulás mikor, milyen körülmények között és milyen feltételekkel következzen be. Jó? Így Beszéletet hallgatva, főleg az elejét, az a kérdés merült fel bennem, hogy minden bulandó, tehát hogy keletkezik és álmulik, de hogy a tudat, az miért marad meg akkor, hogy miért folytat. Meg. Ki mondta, hogy megmarad? Hát. Ami nem született meg, az hogy maradhat meg? Hmm. Hmm? Bizony. Jó, most a kérdés. Maradj meg ebben a csodálatos, csodálkozó állapotban. Elveszett. Hát Vissza tudod hozni. Például, mi a tudat? Tehát nem hiszem. Hát nem. Ez a baj. Ilyenkor azt mondod, hogy szalad a kutya a csont után. Oké? Okay. Kis darma küzdelem még kell. Tehát a lényeg az, hogy ha valami nem keletkezett, az nem is szűnik meg. Tehát az, ami bennünk lát, az, ami benned a vígya, az nem születik, és nem hal meg. És honnan veszik, hogy nem születik? Mert túl tud lépni életen és halálon. Tudatosan látja az élet és halál változását. Ez az, ami nem mozdul és nem változik, és az összes érzékszervi tartalom pedig változik. Tetszik az én, mert nagyon egyszerű és letisztult, és mentes a vizualizációtól. Mégis nagyon sok meditációs élményem van, ami, ami képi, és ahogy ezeket próbálom, el tovat ünni. <laughs> A hétköznapi életben egyre több látomásom van. És nem, tudom, ez, nem tudok ezek között a képek között eligazodni, hogy mi az, ami egy figyelemfelhívó, ami követeli, hogy fókuszáljak rá, vagy mi az, ami egy valós látott kép, akár egy emlék, amivel kezdjek valamit. Milyen színű a padló előtted? Hát sok színű. Milyen színű? Barnás-sárgás. Ez látomás? Nem. Oké. Okay. Akkor minden, ami nem ilyen tiszta és nem ilyen egyszerű, az nyugodtan törölhető. Azt el lehet engedni. Tehát ebben a pillanatban mit látsz, és a zen tényleg egyszerű és tiszta, és a módszerei között szerepel az, hogy amit egyébként falként rakunk magunk elé az érzékszerű tapasztalást, mert azonosulunk vele és elnevezzük jónak és rossznak, pontosan ezt az érzékszervi tapasztalást használja föl egy teljesen más nézőpontból ahhoz, hogy ébredj föl és haladj az úton. Hogy a pillanatnak a teljességét elé, megéld. Hogy tapasztald azt, hogy amit látsz, hallasz, szagolsz, tapintasz, ízlesz, gondolsz, érzel, cselekszel, mondasz, az nem te vagy, de teljes felelősséged és szabadságod van ezek ügyében. Tehát, hogy meglátsz azt a kapcsolatot, ami közted és a világ között van, de ehhez meg kell tapasztalni azt, hogy mi vagy valójában. És akkor a látomás is a helyére kerül. Látod, hogy a tudatod hogyan hozza létre? A látomás nem a szemettől van. Az pont a lá ez a fajta látomás a szemet blokkolja, mert nem látsz tisztán közben. És minél tisztábban látsz, annál kevésbé lesz látomásos a valóság. Minél tisztábban hallasz, annál kevésbé lesznek ilyen kis beszólások. Ki tudja honnan. És ez elmúlik, el, tehát ha jól értem, elmúlik, vagy kitisztul? Elmúlik, kitisztul, okay. melyiket szereted. <laughs> Jó, rendben. valahogy. <Aldasz> Jó. <laughs> Jó, köszönöm. Tant ilyen. Tehát, hogyha itt van túlságosan a tudat, akkor ilyen felesleges képalkotás van. Ha itt van lent, akkor elképesztő szívcsakra, elképesztő ilyen érzelmi viharok vannak. Ha napfonattájékon van, akkor viszont ilyen elfolytott, nyírkos, nedves, fémszerű, félelmetes érzelem tömegek vannak, és amikor egy kritikus ugye, küszöböt elér, akkor olyan, mint hogyha ilyen gombostük tízezre itt ide egy párna, vagy puh, itt benyomnák itt. A szívem meg tud hasadni, meg fáj, meg lüktet, meg forró, meg ez a túltöltés. Itt meg fáj a fejed, és kába vagy, és akkor ilyen. ilyen. Tehát ezek azok, amik a felső csakrák túltöltődnek egy része látomásban is jöhet, de van sokkal rosszabb. Tehát az egyik nagy küszöb, hogy nem tudsz aludni. Akkor az tényleg veszélyes, ha folyamatosan nem alszol, abba bele lehet kattanni. Az nem jó. Ezért a zen, és itt megköszönjük a tahosta atyáknak a tanítását, a tantient veszi alapul, ez az a középpont, ahol a tudat és a test nem differenciálódik ahol tapasztalhatod ezt a pillanatot a maga valójában és teljességében, ahol a tudat olyan, mint a tér, olyan, mint a tükör. És ebből az állapotból, ebből a nézőpontból már sokkal könnyebben magadra veheted az érzékszervi hatásokat, és dolgozhatsz velük, és hogy hallhatod a bevezetőben, nem azok uralnak téged. A tantien gyakorlat természetes módon meg tud szabadítani a felesleges tudattartalmaktól. Azokat a lélekműködéseket kisimítja, amely, amely megpróbál egy alternatív realitást legyártani. És gyakorlással kapcsolatban kérdeznélek. Van egy olyan tapasztalatom, hogyha hosszú ideig meditálok, hogy az érzékszervek nagyon érzékenyek lesznek. De jó, ez nagyon jó. Tudod, miért van ez? Mert, hát ezen nem Mert emberből vagy azért. Ez nagyon jó, folytasd. És hát ezzel csak akkor van gond, amikor véget ér ez a csend. Hát hidd el, hogy nem csak akkor van gond. De folytasd, igen. Én, nekem akkor van gondom, ha úgy érzem, hogy, hogy ez a túl érzékeny állapot, ez amikor minden apró ezt hallok, nagyon Intenzív um, tapintás, vagy érzékelés, vagy akár egy íz, vagy. vagy Tehát, hogy, hogy azt érzem egy kicsit, hogy, hogy, hogy túl sok, ne, túl sok az inger, igen, hogyha visszamegyek abból a környezetből, amiben meditáltam. És nem tudom, hogy ebben tudnál-e segíteni, hogy, hogy. Tudnék, felajánlok egy szobát itt a templom környékén, <laughs> Kellő inger szegény környezetben megvan oldva a probléma. Tehát de, de ez a megoldás. Nem. Nem ez a megoldás, mert nincs elég szobánk jelenleg. Ez az, hogy ha ez a középpontod elég erős, akkor nem azonosulsz sem a túl finommal, sem a túl durvával vagy hangossal. Tehát a zen egyik mellékhatása, hogy az érzékenység és az erő párosodnak, és egyként működnek. Tehát látsz ilyen uh, szuper finom pillangó szárnyú lényeket, csak hozzász hogy hello, ó, oh, oh, Isten! A másik pedig ez a dúvad, ez az állat, hogy én az erős, ez, de azt mondja, hogy figyelj rám, műcsoda, figyelj rám, nem én! Tehát annyira tompa, mint amennyire brutál. És uh, ez a fajta lény, ez, ez gyakorlatilag csak légkalapácsa törhető össze, de semmiféle érzékenysége nincs. Zéro. Tehát mi lenne akkor, hogyha helyes tant ilyen gyakorlatot folytatva a legérzékenyebbre is fogékony vagy, és a legerősebbre is képes vagy, és a legfélelmetesebb sem tör össze darabokra. Tehát ki kell terjeszteni ezt a hullámsávot, az érzékenység és erő az, az egyszerre tud működni. Ehhez viszont nagyon sokszor kell közlekedni a templom és a külvilág között. Olyan, mint amikor egy kardot kovácsolsz. Egy igazi jó damaszkuszi az alsó hangon hat hónapig készült szamurákardok még tovább. És fogják, és tűz, és üllő, és tűz, és olaj, és megint tűz, és megint kalapács, és tűz, és víz, és akkor egy kis rétegzés a tetejé, aztán még tovább, és hu. Na, a tudat, az egy sokkal, de sokkal bonyolultabb dolog, mint egy kard. És meddig kovácsolod? Hányszor rakod be az éberség tüzébe? Hányszor engeded a külvilágnak az üllője és kalapácsak közé igénybevételre? Vagy csak a kényelmi zónád olajfürdőjében szeretnél ott éppen lenni, létezgetni? Tehát pont az, amikor ebből a kényelmi zónából kijövünk, amit a személyiség, a saját biztonsága, kényelme, örömme, boldogság és egyéb érdekében ugye fölépít, akkor kezdünk el tréningezni. Tehát az otthon elhagyása, a korélt csulga, az nem csak az, hogy te fizikailag elmész otthonról. Nagyon sokan elmentek otthonról vándorolni, de a kényelmi zónájukat magukkal vitték. Az a fontos, hogy tudd meghaladni azokat a személyiség határokat, énség határokat, amelyek gyöngévé tesznek, vagy túlerőssé tesznek. És hozd így egyensúlyba a kettőt. És az útonjárás az pont ezt jelenti. És ezért kell bejönni, megcsinálni, elvonulni, stb. Utána kimenni, élni az életet, stb. És utána megint vissza. Én a maradványkarma fogalmára szerettem volna rákérdezni, amiről sajnos lemaradtam. Ezzel a fizikai okkal nem magyarázható testi fájdalmaknak a fogalomkörébe körébe tartozó van. Miért marad benne a pohárban a víz? És még? Ott a helye. Nem. Nézd meg. Nem ittam meg. Ezért, mert nem ittam meg. Miért van maradvány karmám? Mert nem dolgoztam fel. Mert még azonosulok vele, és benne tartom a létemnek a poharában. Ha a maradványkarmának a létét is mulandónak feltételhez kötöttnek, és tökéletlennek per befejezetlennek látod, akkor az megszűnik olyan objektív maradványkarmának lenni, ami például testi állandó szimptomákat okoz, amely állandó lelki konfliktusokat okoz, vagy intellektuális zavart okoz. És a, a metódus az, hogy ránézel, Hmm, hát ez iható. A karma elmulasztható, hiszen valahol megtermelődik. Tehát a kérdés, hogy mi ez, honnan jön? Elvezet szépen a karma eredetéig, ahhoz az eredeti polaritásig, ahonnan lehet mindent rögtön csak tudatilag elintézni, mert a lélektartalmak elképesztő erősek tudnak lenni. És szétráznak, nem tud elfolytani őket. Van, amikor a test már nincs olyan állapotban, hogy napi ezer leborulással szépen visszaforgast, a karmát energetikába, csak tudatosságba. Lélektartalom üvölt. És ez a maradványkarma, ez megfelelő környezetben lehet, hogy nagyon hasznos. Ha pedig nem hasznos, akkor le kell tudni róla választódni. Vissza kell hozni ide, a nem keletkezőbe. De nagyon fontos azt látni, hogy önmagában egy maradványkarma nem jó és nem rossz. A kérdés az, hogy mivel tudod kezelni. Ha a zen módszerével tudod kezelni, akkor le tudsz róla választódni, a beletett energiát ki tudod venni, az azonosulást meg tudod szüntetni. De ha nem, meg kell találni a környezetet, ahol megélheted, ahol a körforgását tapasztalhatod, és akkor az segít majd abban, hogy uralmad alá tud vonni. Én a, a zen alap elvének az első mondatán elakadtam. Van, akik az első mondat előtt már elakadnak. <laughs> vagy az első szabályán, vagy alapelvnek hívjuk ezt, Alapelv. hogy a, a, az írásokhoz nem ragaszkodunk. Szó szerint nem támaszkodás az írásokra, nem. vagy függetlenné válás az mm -hmm. írásoktól. Mm -hmm. Igen. Mi ez a probléma? Igen, hogy hát azért mégiscsak követünk itt hagyományokat, szabályokat, előírásokat, éneklünk szövegeket. Nem ö, szövegeket éneklünk, ö, hogyha megnézem. Mantrákat éneklünk egy könyv segítségével. Így van. Nem mindegy. A használati Igen. utasítással fogod a magvakat összeturmixolni, vagy pedig a géppel. A géppel. Nagyon jó. Van olyan, hogy a használati utasítást félreteszed a konyha mert már tudod a gép kezelését, és ezáltal önállóan tudsz cselekedni? Uh -huh. Igen. Baj az, hogyha használati utasítás nincs ott a turmészgép mellett? Nem. Akkor mi a baj az, hogy nem támaszkodunk az írások? <laughs> um, nincs vele baj. És akkor miért akadtál meg ott? Hogy az van, hogy, hogy van ez a koreai hagyomány, ugye? Amit... Hát van ez a koreai. <laughs> amit itt igyekszünk uh, gyakorolni. Nem a kóriai hagyomány gyakoroljuk itt. Nem. 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 A megvilágosodott tudat elérését gyakoroljuk itt a kóriai hagyomány segítségével. Segítségével. Tudod, hogy nem mindegy? Igen. Nagyon jó. Ugyanaz-e az a gyakorlat, amit mi csinálunk, mint amit Koreában végeznek. Egy templomban, egy... Ö, én nem tudom, nem ismerem még ezt a... Ha ugyanaz... Igen. Hiba. Ha különböző, hiba. Uh -huh. Ugyanaz-e a jövő tavaszi levél az almafán, mint a múlt év tavaszi levél? Kérdezd meg az almafát, majd ad egy nagyon jó tanítást tavasszal. Egyéb kérdés? Említettél az agresszivitás karmáját. és Igen. Hogy... És? <laughs> Többször is. És hogy ezt lehet, hogy nem lehet rögtön úgy levezetni, hogy csak ülök és és teszem azt, amit mondjuk, amit itt teszünk. És hogy akinek az érzékenysége van, ugyanez. <laughs> Az akkor lehet, hogy, mert így elgondolkodtam rajta, hogy így lehet, hogy én hiába fogok itt a párnán, hanem hogy így lehet, ez hogy más a, Ez kellene. A legnagyobb agresszió a saját gyakorlatoddal szemben, ha elgondolod, hogy hiába fogok a párnán. Ez egy hidrogénbomba, ami letarol mindent. Tehát ne gondold el azt, hogy hiába a párnán, és akkor működik. Igen, de hogyha meg az érzékenység, tehát hogy azt azt meg úgy érzem, hogy ezt, amit mondtál az agresszív karmára, hogy az alapján azt nem biztos, hogy ezzel ki tudom ütni. Ki akarod ütni? Jobb kezem kórház, kezem temető. Hol az érzékenység? Hát, nem is érzékenység. Na, istenem, te. nem te. Tudod, miért jók ezek a darma beszédek? Mert nem szűnök meg csodálkozni az emberi jelenségen. Soha. Tehát hidd el, én tanulom a legnagyobbat. Na most akkor mi a kérdés? Most már nem már tudom. Én, én. Kiütöttük. Ratula, kinek van még itt? Tessék? Bele még az a kérdés motoszkált, hogy Buddha azt mondta, hogy előtte számtalan, számtalan ember világosodott meg, és utána is számtalan fog, és miért tőled ennyire kiemelkedő vagy meghatározó? Mert jó diplomata volt. Ő beszél Di Dipamkaráról, az előtte lévő világkorszakok megvilágosodott buthájról. Beszél utána, főleg a a kontextusban, Maitrejáról, az eljövendő szeretett buthájáról. Téraváda nem nagyon tud Maitrejáról, azért ezt hozzáteszem. Ezt látni kell, hogy ő egy nagyon-nagyon hindú kultúrkörben kellett, hogy a tanítását adja, ahol azért nagyon komoly idődimenziókkal dolgoztak tehát több millió évre vissza kalpák, maha kalpák, egyebek. És egyfajta alapozás volt, hogy igen, előtte is voltak buthák. Semmit nem tudunk ezekről a buthákról egyéb forrásból, mint Sákja maga. Az alapozás emberi és tudásbeli. Az emberi oldala az, hogy nem én vagyok az egyetlen. Tehát nagyon fontos azt tudni, hogy előttem is voltak, és utánam is lesznek, és nem én találom fel a passzátszelet, hanem én is észreveszem, hogy fúj a passzátszél. Ahogy előttem is észrevették, és utánam is észre fogják venni. Tehát ha ő kiemelte volna, hogy ő az egyetlen, és én, és csak én, ez olyan, mint az a bizonyos gyönyörűséges kohan, amellyel nagyon sokan küzdenek most az interjú szobában, az úgy szól, hogy bejön valaki, égő cigarettával a darmaterembe. Hamut szór a buthára, és füstöt fúj a szobor arcába. Ott vagy, mit csinálsz? Nagyon jó, nagyon jó. Ez a csend, ez a gyönyörűséges, nem tudó jelenlét, ez nagyon jó. De igazából az a fontos, hogy meglássuk ennek az embernek a hibáját. Hát, Budha és a pátriárkák tényleg tanítanak a Budha természetre, a benned ott a mélyen szikrázó, lüktető, önvaló szikrájáról, amelyre teljesen felébredhetsz, hogyha gyakorolsz, és az összes akadályodat meghaladod. De mindenkiben benne van ez a lehetőség. Ez a hamuzós ember viszont azt hiszi, hogy csak ő a megvilágosodott, és mindenki más csak ott a porban az érzékszervekhez kötött lény, és csak neki van meg a tuti, és ez nagyon veszélyes. Ez embertelenségig tud fajulni. Csak én tudom. Nekem van meg. Az enyém a legjobb. Más tanok nem érvényesek, más tanok eretnekek, más tanok hamisak, mások nem budhák, csak én. Tehát ez nagyon-nagyon rossz helyekre vezethet, rengeteg szenvedést hozhat létre, és a koamban az a feladatunk, hogy gyógyítsuk ezt az embert. Budha nagyon sok problémát megelőzött azzal, hogy azt mondta, hogy előtte is voltak és utána is lesznek, és hogy mindenki képes a budha állapot elérésére, aki csak emberi testben született. Jó? Úgyhogy nagyon fontos tanítás. Ehhez kapcsolódóan szeretném azt kérdezni, hogy engem is, vagy szóval hajlamos vagyok arra, hogy így nagyon elragadjanak az érzelmeim, és most már eljutottam oda, hogy látom, hogy én most ebbe az állapotban vagyok, de attól függetlenül nem tudok mondjuk direkt ö, lecsatlakozni róla. Szóval, hogy hiába látom, hogy most ez történik velem, de nem tudok semmit csinálni. De hogy nem. Menj ki, légy egy jó nagy rendező pályaudvarra, és figyeld meg, ahogy a mozdonyok, vagonok, teherkocsik szépen kapcsolódnak egymáshoz, mert vannak ezek a kis kék ruhás már nagyon-nagyon keresett emberek, vasutasok, és fogják és egymáshoz csatolják ezeket a vagonokat, kocsikat, mozdonyokat. És van egy gyönyörűséges része ennek a rendezőpályaudvarnak, régen még a Ferdinánd-hídról lehetett látni, hát úgy hívják, hogy mozdonyzsámoj, vagy mozdonyforgató. Ahogy a remízből kijön a mozdony, rámegy egy ilyen hatalmas, nagyon nagy teherbírású szakaszra, ami körbefordul, és onnan bármely vágányra el tud menni. Ezzel rengeteg időt takarítanak meg. Tehát, ha te elérsz ennek a mozdonyforgatónak a középpontjához belül, akkor az energiádat bármely irányba el tudod küldeni, és a személyiségedből bármilyen képességet, karmát, lehetőséget hozzá tudsz csatlakoztatni, és ebből megvan a szerelvény. De nagyon sokszor viszünk olyan kocsikat magunkkal, amelyeket már rég le akartunk csatolni, csak ez hozzá van kötve egy olyan kocsihoz, egy olyan vagonhoz, ami viszont nagyon kell. Ezt hívják kölcsönös függésnek. És össze fogjuk akasztani azokat a tulajdonságokat, azokat a karmákat, amelyeket, hogyha meglátnánk és egyenként szépen számításba vennénk, nagyon jól tudnánk őket használni. De mivel megszoktuk azt, hogy össze vannak kapcsolva, ezért nem is képzeljük el, hogy például a megkülönböztetés és az ítéletalkotás az két külön vagon. Le tudom kapcsolni az ítéletalkotást, de meg tudom tartani a megkülönböztetést. Annyira összekapcsoltuk a szeretetet és a ragaszkodást, hogy csak úgy tudjuk elképzelni a szeretetet, hogy közben ragaszkodunk is, és nem gondoljuk azt, hogy a ragaszkodás vagont le lehet kapcsolni, és mondjuk a lojalitás vagonra kicserélem. Ami még probléma, hogy nem szoktuk megkülönböztetni, hogy mi az, ami igazából vonóerővel bír, mi a mozdony, mi az, ami motivál, mi az, amitől felkelek reggel, és mi az, ami a sok-sok vagon, amit húzok magam után. Tehát nézd meg, egy rendező pályaudvaron, ezt úgy hívják, hogy externalizálás, vagy kivetítés. Nézd meg, hogy itt a mozdony, mi bennem a mozdony? Itt van a tehervagon. Mi az, ami bennem a tehervagon? Itt vannak a személykocsik, és benne a sok-sok utas. Kiket vennék föl a személykocsiba? A tehervagon elé, a munka elé kötném, vagy után kötném? Állítsd össze az élet szerelvényét, tudatosan és akkor megszűnnek ezek a, azt mondom, terméketlen ambivalenciák. Jó? Miközben a gyakorlatom közben próbálom a, a vagonok közötti szünetet elkapni, Mert vagonban rengeteg hang, érzés, asszociáció van. Azt veszem észre, hogy a pihenő időben ezek egyszer csak így rám törnek, és például az az eset áll elő, amiről az előbb már szó volt, hogy nem tudok aludni, vagy nem tudok elaludni. Tehát, hogy mondjuk a relaxációnak és a meditáció, tehát hogy van-e van -e jelentősége, vagy, vagy hogyan tudom. Van. Uh, hogyan elsősorban, tudok nem kimerülni? Elsősorban ki kell jönni a két ütköző közül. Tehát, hogyha beesel a két vagon közé, vagy a mozdony és a vagon közé, az egy nagyon rossz állapot de a saját fékezés egy gyorsítás, egy állandó örlődés. És emiatt az örlődés miatt nem tud az ember néha pihenni, aludni, a megoldatlansága ott üvöltenek a vagonban, a mozdonyát nem tudja rendesen se gyorsítani, se lassítani, és ezért ángat a szerelvény, és ez nem jó. Rövid távon a megoldás a jó, kemény fizikai fáradtság. Tehát rá kell tenni fizikailag és amikor már a fizikai fáradtság miatt egy picikét tudtál pihenni, mert hidd el, hogyha 8-10 órát gyalogolsz, vagy 4-5 órán keresztül kökemény fizikai munkát végzel, úgy fogsz aludni, mint a bunda. És nagyon jó az, amikor a test fáradtsága lehúzza ezeket a folyamatokat, és nem tud a túlérzékeny lélek a sok-sok megoldatlanságával egyszerre megpróbálni foglalkozni, és akkor végre fizikailag kipihened magad. És amikor fizikailag pihent vagy, akkor tudsz a tudat problémáival foglalkozni, és itt többféle módszer van. Az egyik a belső hierarchia kialakítása. Ennélkül nem megy. A legjobb harcművészt is le tudja gyűrni az 50-60 fős banda. Tehát, hogyha így körülállják, akkor egy igazán realista harcművész az üt egyet, valaki akkor már földön van, és utána fut. És fut, 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 egész addig, amíg egy sikátorba be nem tudja csalni, az utána örjönkve rohanó tömeget, ahol már csak max. két-három fő tud egyszerre hozzáférni, mert annyira keskeny a sikátor. És azok győzelemittasan rohannak utána, hogy na most megcsíptük, most megcsíptük oszi, most megcsíptük dezső. És akkor fogja magát és két fős ilyen csapatonként szépen leveri az egészet, mint vaka Mert úgy már lehet. Tehát meg kell nézni, hogy mi a fontos, hogy megnézed a karma gyönyörűséges tárházában, mi az, ami a legjobban üvölt, és akkor azzal foglalkozol. És ránéz, hogy mi ez, honnan jön. Feltárja a kapcsolatait, feltárja az életvonalát, felmutatja azt, hogy hogy keletkezik, és hogy marad fönt. És ha megláttad, hogy hogy keletkezik, és hogy marad fönt, azonnyomban ott van, hogy hogy szűnik meg. Csak addig azt nem láttad. Mert nem voltál hajlandó megnézni, hogy hogyan keletkezik. Akkor azt se látod, hogy hogyan szűnik meg. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy a belső hierarchia meglegyen. Hogy mi a legfontosabb? Ki a legfontosabb? És ez azon nyomban egy értékhierarchiát, műveleti sorrendet, és egyebet fog számodra adni, és akkor tarabonként, egyenként, és akkor az egésszel tudsz végezni. Jó? Um, talán ehhez kapcsolódik, hogy uh, szintén gyakorlás közben, uh, még az elvonulás legelején kaptam egy uh, nagyon értékes tanítást dokkeszúnyimtól. Ennek nagyon örülök. Amire... Fizetésemelést fog kapni. Igen. <coughs> amivel arra világított rá, hogy kicsit jobban fókuszáljam a figyelmet a pillanatra, amikor gyakorlok, és ezzel úgy fogalmazom meg, hogy a zen meditációnak a talán a buddha természetén világította meg, hogy itt tényleg nem a gondolataimat meg a kis érzelmeimet, amit mondjuk nevezhetünk karmának is, nem azt vizsgálgatom, hanem hogy visszatérek, meg hát, hogy nem visszatérek, hanem hogy benne maradok a pillanatban. Na de hogy ugye föl szeretnénk dolgozni a karmát. Mennyire? Azért vigyázzunk. Mert hogyha nagyon föl akarjuk dolgozni, akkor a rabjai maradunk, tehát mennyire kell megszámolni a konyhai szemetet, mielőtt kidobod. Jó elkülöníteni a szervest, az üveget, a fémet, a papírt, na de külön nem kell megszámozni, kartotékolni, iktatószámmal ellátni, és egyéb módon ugye foglalkozni a szeméttel. Tehát lásd a gondolatot úgy, mint gondolat, az érzelmet úgy, mint érzelem, a saját cselekedetedet úgy, mint a saját cselekedetet, a másét, mint a másét. De utána nem kell vele különböző egyéb módokon foglalkozni, katalogizálni és egyéb. Engedd el! És akkor a karma el tud tűnni. Azért tud eltűnni, mert nem teszel bele energiát sem tudatilag, sem érzelmileg, sem cselekedetben, sem szóban. Tehát, ha a gondolati, érzelmi, szóbeli, tedbeli tartalmat kivonod a karmából, semmi nem marad. Ha megszűnsz múltra, jelenre és jövőre törni a tudatot, itt marad a pillanatban. Mert nem voltál hajlandó széttörni sem lineáris, sem ciklikus időre. És ez a hétköznapi gondolkodásnak látszólag tökéletesen ellentmond nem mond ellent, hanem meghaladja azt. Ahogy az Einsteini fizika sem mond ellent a Newtoninak, hanem meghaladja azt. És azt mondja, hogy Isaac, ki jössz velem a naprendszerből? És el azt mondja, hát persze, visszaírunk az akadémiának, majd jövök. És akkor visszamutat az alfa kentaurita, és azt mondja, hogy látod ezt az egyenest? Nem. Hát tényleg nem ez már görbe. Naprendszeren belül még egyenes volt, most már görbe. Úgyhogy semmi gond azzal, hogy teljesen a normálisnak tűnő, kényelmi zónához köthető, a személyiségből kialakult gondolkodást, azt meghaladod valamivel, ami nem köthető térhez, időhöz, énséghez és a többi. És ez a tiszta, tükörszerű, térszerű valami, ez nem mond ellent annak, hogy finom a süti. Hogy jó esik a tea, hogy néha érdemes kialudnunk magunkat, és jó a társas élet, és jó az egyéni elvonulás, csak meghaladja azt. És teljes kontextusában, teljes értékűen láttatja azt. De akadtam ott a aki meg van világosodva, vagy úgy láttad, de hogy erről nincs egy ilyen tudás, gyakorlatilag csak megéli, ha jól értem. Nem tudja magáról, és így nem is tudja elhibázni. És ezt így hogyan kell elképzelni, amennyire el lehet képzelni? Nem tudod elképzelni. Ez az, amit képalkotással nem lehet áthozni. És hogyha még ott él Gyimesben, akkor ott van unokája, fia, lánya, stb. És, és hogyha odamész, akkor tapasztalhatod azt a természetes együttérzést, bölcsességet, nyitottságot, amit ő nem vesz észre, csak megfeni a kasszáját, és kimegy, és és kaszál. Megmegeteti az állatokat, nem vágja le a birkán, disznót vág helyette. Olyan mértékű természettel való egyévvállás, bölcsesség és egyéb tud fölhamozódni, nem szükségszerű, látod az ellentetjét, és látsz korlátolt a tudatokat is. De a természettel való teljes együttélés és az attól való függés az elképesztő dolgokat hoz ki belőled, és elképesztő felesleges karmákat hánt lerólad. rólad. Tehát sohasem látsz tradicionálisan az ipari társadalom előtt tarrávágott hegyoldalt. Csíkokban vágták, területekben vágták, tarrá soha. És a következő évad az arról szólt, hogy gyökerek ki, és a csemete ültetésből már felcseperedő kicsiny fákat kiültették. Tehát teljesen más a kapcsolat, mint az elidegenedett, iparizálódott, eltömegesedett társadalomban, ahol a természetet ugyanúgy elvesztettük kívül, ahogy belül. És ezért nagy tanító a természet, mert ráébreszthet a maga működésével a mi természetes és tiszta működésünkre, ha hagyjuk, ha nem gondoljuk túl, ha nem választódunk le róla, ha nem kezdünk el feleslegesen gondolni. Menj föl! Középlag, barackos, Hát, ha megtalálod. És tanulj tőle. Jó? Úgy értettem, hogy aki agresszív karmája van, annak tennie el először valamit, hogy utána hasson rá. Az érzékenynek is. De mit? Meg kell erősítenie magát. De mivel? Sok jó cselekedettel, amivel az önbizalma egy kicsikét erősebb lesz, és olyan típusú gyakorlatokkal, amelyel a centruma, a jelenléte, a differenciálatlan tudata megerősödik és akkor kibírja az erőhatást. Mondok egy példát. Uh, villanytűzhely. Régi rezsó. Nem a mostani ilyen indukciós, meg egyéb csili vili. Régi rezsó. Ha nagyon forró volt a rezsó, és rácsöppent egy kis vízi, elkezdett gurulni, és elpárolgott róla. Ha nem volt elég forró, akkor ráesett, elmosódott, utána szépen elpárolgott. Ha pedig hideg volt, akkor rácsöppent a víz, és rá is fagyhat. És van olyan, amikor a szív annyira fel tud forrósodni, a tudat annyira le tud tisztulni, hogy bármi történik, mielőtt a csepp odaérne a rezsóhoz, már el is párolgott. Mielőtt a hatás elérne, már megláttad, már tükrözted, és a dualisztikus reakció, vagy az azonosulás veszélye nem áll fönt. Tehát képzeld, hogy akkora hő van benne, hogy a csepp nem is tudja elérni. Elpárolog. És ezt tudatilag el lehet érni. Ezt hívjuk a tudat tiszta terének. És ebben a tiszta térben elképesztő dolgok tudnak történni, illetve elképesztő történések tudnak megszűnni. Menj keresztül a könnyáztatta senki földjén. És akkor ez a karma is elmúlik. Tehát maradj meg ebben a pillanatban, maradj meg a reakció nélküli, dualitás nélküli állapotban, bírd ki, hogy most nem történik semmi, bírd ki, hogy most nem reagálsz, nem teremtesz semmit, és akkor ebből a nem cselekvő, nem történő, nem reagáló, nem dualisztikus tudatból teljesen más lesz, mint eddig nem érte el még azt a hőfokot, ez a szerencsétlen rezsó, hogy megtapasztalja ezt a css, egyből elpárolgó érzékszervi hatást. Minden rácsöppent, rárakódott, rétegesen, és rá is fagyott, és ettől elgyengült. Semmi más dolga nincs, viszont elkezdje felfűteni magát megint, is erősebbé, egészségesebbé váljon, és akkor ebből a túlérzékenységből erő és korrekt felfogás lesz. Az erő alkalmazásával nem fogod elveszteni az érzékenységet, csak nem az érzékenység fog uralni. Tehát a sérülékenységet át tudod transformálni, helyes megkülönböztető képességet gyakorolj, legyen meg a tudat jelenléte, tisztasága, osztatlansága, és ezáltal a tükör erős lesz, lesz és tiszta, és nem fogja a tükröt összetörni az a tárgy, amit elé raksz. Most képzeld el, odaállsz a fürdőszoba tükröd elé, belenéz és összetörik a tükör. Még csak nem is most fogat előtte. Csak ránézt, így, Puff, puf, már össze is tört. Hát visszavinnénk a bódba, ugye? Tehát legyen az a tudat tükör egy kicsit erősebb, és bírja ki azt is, hogyha mondjuk megmutatod a személyidet, így, 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 így a tükör elé a személyit. Na, ez már jobb, ugye. És akkor meglátod, hogy ugye esete vagy ennek is ugye elnevezted magadat, és elhitted. És akkor egy kicsit szabadabb lesz, erősebb lesz, tisztább lesz. És valahol mindegyikünknek dolgunk van ezzel, és a, a, a gyöngeségben és a túlérzékenységben nem pusztán a sérülékenység a probléma, hanem az, hogy elszigetelődünk, és azt érezzük, hogy ezzel egyedül vagyunk. Ha már látod, hogy nem vagy ezzel egyedül, már abból erőt tudsz meríteni, hogy mindenkinek dolga van, hogy mindenkinek van házi feladata, és hogy együtt dolgozunk ezen. Mondja. A gyakorlással kapcsolatban kérdezném, hogy itt úgy gyakorlunk, hogy a fal felé nézünk. Énekléskor ugyan nem, de folytasd. Ö... A meditáció, az ülő meditációban. Úgy tűnik, mintha a fal felé néznénk, de valójában a padlóra nézel, tudtad? Valójában. Jó. Okay. Valójában így. Nem... Igen. De valójában nézhetnék befelé is. Hát valójában befelé is kéne. Most mit nézel a padlón? Tehát azt mondjuk technikai instrukcióban, hogy a szemek nyitva vannak félig vagy résre, és a térben van a fókusz, úgyhogy lefelé néz a szem. De a padló nincs mit nézni. Nem így értem. Ha túl sokat nézed a padlót, akkor olyan közvetítés kezdődik, hogy egy hollywoodi rendező is megirigyelhetné azt a látomás sorozatot, amit minimális büdzsével, napi háromszori étkezés fejében itt leforgatsz magadnak órákon keresztül. mi tud kinőni 3D-ben egy ilyen padlót, ez az, az hihetetlen. Na ezért nem nézünk a padlóra. De lefelé nézünk, és a pillantás ez megmarad, ugye, a térben, és közben a tudatnak a látása az befelé fordul. És ha vissza tudsz térni a gondolkodás elé, akkor a külső és a belső egyé válik. Nincs mit nézni a padlón vagy a falon. Iszonyú unalmas lenne. Vagy pedig túl esemény ez a másik. A, a, a nem padlót, azt bármilyen irányban nézhetem? Tehát ha otthon leülök, kell nekem az a fal felé forduló padlót? Nem néz. Kell. Állapot. Kell? Kell. Reggel, este, ugyanúgy. Tehát, Tehát más irány, nem. De! Azon kívül. De reggeli fél óra és az esti fél óra megvolt, utána már ne nézd a falat. Tehát akkor már közlekedj okosan, akkor már forgó-morgó, akkor már mindennapi élet, de kell az, hogy a tudat visszatérjen a nullához, tehát visszatérjen a kezdőponthoz, visszatérjen ahhoz, hogy eredetileg semmi sincs. És ezt a fallal szemben nagyon jó gyakorolni, nagyon jó gyakorolni, mert a fal az egy normál állapotban semmi nem történik rajta. Ha már történik, azt te csináltad. Tehát nagyon jó felület, nagyon jó visszajelzés, hogyha te látsz valamit a falon, amit egyébként nem festett oda senki, és nem a pók mászik előtted, azt biztos, hogy a te tudatot projektálta oda. Padló is ilyen. Formális gyakorlatra szükség van. De ahogy mondtam az elején, ki kell tudni vinni a gyakorlatot a darmateremből a mindennapi életbe. És itt az óriási feladat, hogy meglásd azt, hogy lemerültek a telepek, és vissza kell hozni egy kis újratöltésre és újratisztításra a lelket, és utána pedig megint kimegyünk, és megint csináljuk a dolgunkat. Amilyen minőségben elvégezzük a munkát itt bent, olyan minőségben éljük az életünket ott kint. Tehát, ha nézed azt, hogy milyen elképesztő szenvedéseken megyünk keresztül odakint szükségtelenül, ez pusztán abból fakad, hogy a tudat minősége elképesztően alacsony. A tükör nem tiszta, darabokra van törve, el van torzulva, totálfoltos rétegekben lerakódott a karma az azonosulásunk által, mint a guánó keményen vastagon. És ezért kell a formális gyakorlat is, és a minden nap életben a külső formától mentes, de belső, tiszta, tudati tartásból következő gyakorlat is. Nem nélkülözhető egyik sem. Ahogy a jégtáncban van a kötelező gyakorlat, meg a szabadon választott. A zenében van a kótából eljátszott zenemű és az improvizált zenemű. Mind a kettőre szükség. Én kívánom azt, hogy minél többször találkozzunk a darma tiszta terében, gyakorolhassunk együtt ahhoz, hogy elérjük a tiszta tudatot, és szabadítsunk meg minden lényt a szenvedéstől, beleértve saját magunkat is. Köszönöm a figyelmet, és boldog új évet kívánok mindenkinek!